Sziasztok, Zazoka vagyok. Folytatom a Witcher 2 végigjátszást, és hát igen, tehát ez egy bug. Most veszem ezt a részt már harmadszorra föl, ugyanis ebben a részben két nagyon csúnya bug van. Tehát ugye ez, hogy nem tudtam fölvenni ezt az arakász összetevőket, és most gyorsan föl is veszem, és hogy most fölvettem, gyorsan mentek is egyet. És akkor mehetünk is tovább. És a másik csúnya bug az van egy nem egy mellékküldetés, nem is a játék főtörténethez kapcsolódik, tehát egyáltalán nem kapcsolódik úgymond a játék mellék vagy fő szálához, de egy nagyon jó kis ilyen poénos jelenet az már pedig a kékszalagosoknak a helyén fog elindulni, de azt nem fogom tudni most nektek megcsinálni. Szerettem volna, de most nem tudom megcsinálni. Ugyanis most ezt a részt akkor tovább viszem máshogy. És majd még megpróbálok rá keretet szorítani arra, hogy azt is bemutassam nektek. Mégpedig azért nem, mert ott is van egy csúnya bug. A lényeg, hogy valami történik, amikor beszélünk ott a kék szalagosoknál, ott vagyunk velük, és hogy megtudjuk azt, hogy valójában mi is történt, ahhoz meg kellene keresnünk Margot. Margo ugye itt a szajháknak a vezetője, és az mutatja a térkép, hogy hova menjek, de ott az Istennek nem találom. Körbenéztem, körbejártam mindent ott a környéken, sőt, még egész flotcamot bejártam, és egyszerűen nincs, nem találom Margot. És nagyon fontos lenne, hogy vele beszéljek. Majd, ha esetleg oda kerülünk, és meg fogom tudni csinálni azt a kis közjátékot, akkor majd meg fogjátok látni, hogy miért fontos ez. Viszont most nem ezt a küldetést csináljuk, hanem visszatérő emlékek. Volt frissülés esetleg, amit nem olvastam föl nektek? Nézzük végig. Itt most nincs. Aha, ott van. Ugye ez a Jorvet búvóhelye, ez a barlang volt, amit most ott az arakász tetemének a közelébe ugye volt, és meg is mutattam nektek. Csak kevesen ismerik Jorvet búvóhelyét Flotsam közelében. A Skojatel vezetője parancsnoki állomásként onnan irányította csapatai tevékenységét. Veszélyes út vezetett arra a helyre. Nem csak a tündék kardjaitól és nyilaitól kellett félni, az erdei szörnyek is afféle védelmezők voltak. Csak vezetővel lehetett arra esély, hogy valaki élve eljusson odáig. Persze odafelé az egy dolog, a visszatérés megint más. Ha valaki bemerészkedik az oroszlán barlangjába, akkor csak a gazda kegyében reménykedhet. Márpedig erre kevés don számíthatott. Jól van, itt akkor több nincs is. A karakterek. Fő karakterek. Az a baj, hogyha így megyek, akkor fogom még látni, hogy hol volt frissülés. Nem tudom. És akkor több szerintem nincs is. Tárgykészítés nem érdekel, oktatóban nem érdekel. Ez sem érdekel. Jól van. És azon gondolkodok, hogy Melitele szíve, van ez a küldetésünk, ami viszont meg valamikor csak éjfélkor lesz aktuális, hogy addig tudok bármit is csinálni. Ezért lett volna jó, ha megcsinálom nektek azt a kis közjátékot, de hát egyszerűen nem lehet vele mit csinálni. Nem tudom, majd utána kell olvasnom, hogy ennek mi a
Tehát, hogy van-e esetleg valami megoldása, vagy ez létező probléma egyáltalán. Jó. Titokzatos folyó. Nem lényeges. Visszatérő emlényeg. Nem lényeges. Melitte lesz szíve. És ezt szeretnénk megcsinálni. Mennyi az idő? Lehet, hogy... várakozási idő. Aha. Hát jó, 12 órát kellene meditálni. Jó, 12 órát kell meditálni. De az a baj, hogy tehát, hogy most tényleg nincs ötletem, hogy mivel foglalkozhatnánk. De azzal is csak ugye a videót húznám. Mondjuk ebbe a videóban nem is nagyon terveztem mást. Aha, tudjátok mit? Lefutjuk a szokásos köröket, vagyis... most mi a baj? Eladok egy-két cuccot, ami felesleges, illetve beszélek a varázsló nővel, Szilével. Ugyanis, ugye, amikor kihallgattuk a beszélgetését Loredo rezidenciáján, és hát, ha mond valami újat a varázsló nő, hogy tulajdonképpen ő mit kavar, Franka, nagyon Franko, hogy ő mit kavar te Loredoval. Mennyi pénzünk van? Mennyi pénzem van? Felszerelés. 196 órán, az gyenge. Illetve meg akarom nézni azt, hogy most ez az arakász páncéllal bármit is tudok-e ékezdeni. Ami azt jelenti, hogy elnézek valószínűleg a kovácshoz is. De először, mivel azon közelebb, akkor beszélünk a varázsló nővel. És... Drop is what I can do to you. Down some stairs. Amúgy, ahol jelzi nekem a térkép... Ja, itt lesz egy érdekes beszélgetés. Jaj, de jó, hogy akkor azért ide jöttem. Tehát itt jelzi nekem, hogy itt kéne Margóval beszélnem, vagy találkoznom. Itt nincs. Egyik épületbe se. Ezért gondolom, hogy az valamiért egy bug. Bele is pörgettem amúgy az időbe, mert hát ugye, hogyha már Szajháknak ugye a vezetője, hogy akkor este jön elő, vagy bármi, de semmi, nem... Elnyelte a föld. Na, beszéljünk csak ezzel az érdekes emberrel, és figyeljétek! Witcher Geralt, known also as the White Wolf. Am I that hard to distinguish from the locals? Taller warned me you'd be catty. Taller sent you. Indeed. I'm on business here, so he insisted I give you a message and a package. És láttátok, hogy Tyler még él. Miközben ugye én ezt a Witcher 1-nek a mentését beleintegráltam, áthoztam ugye a Witcher 2-be. És ugye az én végigjátszásomban Tyler meghalt. Tehát most el sem tudom, hogy ez most mi, hogy nem vette figyelembe az én mentésemet, vagy pedig valami bug, nem tudom. Na. De azért beszéljünk vele. What's the message? I quote him faithfully. Listen to Roach in every plowing thing, because though he's a prick, he's also a patriot. Vultures already circle Foltest's corpse, but I'll manage. Get the sons of bitches and keep your head cool. P.S. You really fucked up at the castle. És még azért is fontos, hogy majd menjünk a kék szalagosokhoz, és ott egy kicsit beszélgessünk velük. Csak mondom, sajnos ő elindít egy olyan mechanikát, amiből utána már nem tudsz kilépni. Viszont tényleg sok minden szempontból fontos. Nem csak a humor miatt. És... hogy például megtudunk Vernon Roachról egy-két dolgot. Tehát még ezért is fontos. De aki nézi ezt a videót, és pont játszik a játékkal, előtte azért csináljon mentéseket. Mielőtt nekiáll, hogy bemegy a kék szalagosokhoz beszélni. Na, és a csomag? Give me the package. Take it. It's a weight off my mind, I tell you.
I wouldn't make much of an agent. All that secrecy and nerves and cursing, not my style. Good luck to you. I'm off to tend to my matters. Okay, üzenetet már tudjuk. Give my best to Toller. Oh, I will. Ja, és még egy dolog eszembe jutott, hogy miért kell ugye majd bemenni a kékszalagosokhoz. Hát Vesz miatt. Ugye az egyedüli női kékszalagos. Tehát már ezért megéri vele beszélni, mert ugyanis vele is lehet. Jó, fölmegyünk Szíléhez, a varázslónőhöz. Itt van amúgy a szajháknak ugye egy ilyen kis kulipintyója, sőt ugye a fogadó alaksorában, pincéjében is van olyan szoba, de higgyétek el, végig jártam az összes helyszínt, és ötletem sincs, hogy most Margot hol lehetne megtalálni. Ezért gondolom én azt, hogy ez egy bug. Na, itt vagyunk Szílével. Szílénél. Any progress? Oké. Hát akkor nem. Akkor nem lehet vele beszélni azzal kapcsolatban. Ezt viszont sajnálom. Mert hát, ha ki lehetett volna valamilyen szinten faggatni őt. Akár Loredóval kapcsolatban, hogy még valami mocskosság kiderült volna Loredóról. Ugye ő itt a kapitány, vagy polgármester, vagy ki minek nevezi. És mondom, azt a szajháknak ugye a vezetőjét, vagy főnök asszonyát, vagy kiért, őt már látásról is fölismerem, mert megjegyeztem a karakterét. Flotsam's got a garrison. Na, ja, igen, bocsánat. Tehát akkor a Kovács, törpe Kovács. Here comes the Witcher. Think he'll agree? No, I don't know. Should we just walk up and ask him? Várjatok csak. Őleg beszéltem. Nézzük csak. Ha! Greetings. A word, if you will. You see, we've created an alchemical substance and we wish to test it in Vizima, in a laboratory. Seeing as you're a Witcher, we wondered if you'd be willing to test it in practice. In a year or two, given the occasion, you could visit us in Vizima. We'd examine you and reward you generously. We need to study its long-term effects. We can't say more. Are you in? Hú, srácok! Ezt... Én úgy emlékszem, hogy én ezt kipróbáltam az első végigjátszásnál, ugye most mi történhet alapon. És nem emlékszem rá, hogy mi történt, de én úgy emlékszem, hogy rossz. De nem szólt bele olyan szinten a emlékeim szerint a végigjátszásba. Tehát a poén kedvéért benne leszek. Why not? Splendid! Excellent! Now, if you could also keep a journal of the experiment. Don't overdo it. Okay. Beszéljünk. Hello. My place is. Beszéljünk akkor a törpe urasággal. So how can we help you, eh? Készíts nekem egy tárgyat, ja, először is üzleteljünk. És ritka mágikus közönséges. Ez biztos, hogy el lehet adni. 14-21. Igen, ez biztos, hogy el lehet adni. Ezt nem fogom használni. Van itt ugye egy ezüstkard, és ezt tudjátok, hogy hol szedtem össze. Bocs, sokat dumálok megint, de mindegy. Ez a játéknak az sava borsát akarom nektek elmesélni. Ez a Kaer Moreni kard, ugye a Kaer Moren, aki nem tudná, mert lyukas a memóriája, az ugye a Witcher 1-ben a mi búvóhelyünk volt, kiképző ilyen kolostorféleség vár. Tehát az Kaer Moren, és Kaer Moreni kard. És ez volt az Arrakas, szintén az Arrakasnak a kis katlanjába. És ugye ez is egy kérdés, hogy hogy került oda. Nem hiszem, hogy ugye a... Hú, azt még jó, hogy nem mondtam ki. Júj, de jó, hogy nem mondtam ezt ki. Oké. Okay. Tehát hogy került hozzá ez a Kaer Moreni kard? Volt ott egy Witcher, vagy valaki ellopta? Értitek? Tehát ez érdekes. Ezek meg maradnak,
ugyanis ezeket most meg akarom nézni, hogy mennyire éri meg ezeket átrakni, kicserélni a többi helyet. Jó, kiváló egyensúlyozott tör. Itt van esetleg bármi? Olyan, ami nem kell, például ez. Nyugodtan eladhatom. Naprúna, sebzés plusz 5%. Ezt is meghagyom. Ezt is meghagyom. Több nincs. Bibic. Fecske. Macska. Petri bájítala. Most tudjátok, mit nem tudok, hogy... naplóba sincs új. Igen. Szuper. Sőt, bocsánat, így kell rakni. Lehet, hogy ezeket én még nem olvastam el nektek? Létezik? Akkor gyorsan most itt... ja nem, ez most az eladás gomb lenne. Jaj, de jó. Arakász páncél. Alkímia összetevő alkotó elem. Tehát ez majd kell valamihez. Gondolom egy erősebb páncél vagy páncél kiegészítéshez. Sárkány álom. Petárda éghető gáz bocsát ki. Ugye ez a sárkány álom, ezt kitől is kaptam most jutalomként? Ajaj. Pedig most kaptam is, már elfelejtettem. Jó, mindegy. Menjünk tovább. Vadak. Könyv küldetéstárgy. Nem kell. A kacatokat akkor eladhatjuk. És esetleg, ha már itt vagyunk, eladunk vasércből 8-at, rongyból is a felét simán eladhatjuk, az 18-14. Endriák, tehát ezek most mind szépen, hogy legyen nálunk egy kis hely. Necker szív se kell annyi. Így. Jó, a többik maradnak, és akkor szeretnék átmenni és megnézni, hogy mennyi pénzünk van? 350. Látjátok, milyen rohadt drágák a tőrök? Nem is veszek. Plusz egy, mérgezés plusz egy, nem éri meg. Jó, semmi. Még egy dolgot akarok megnézni. So, how can we help you, eh? A készíts nekem egy tárgyat, hogy itt mi van. Hárpia csapda, kérem páncél. Hol lesz majd ugye az arakásznak a dolgai? Szóval érdekes. Tűzrunát? Nem, sajnos nem. Nem tudok készíteni még egy tűzrunát. Na jól van. Akkor nem is húzom az időt. Illetve... pillanat? Ja igen, hogy tehát, hogy most mi lett azzal a szerrel? Most már be is vettem és kész, ennyi vagy? De mert itt nincs a főzeteknél. Vagy lehet, hogy azt nekem külön el kell készíteni. Majd megnézem. Azt is. Tehát... ezeket én úgy emlékszem, hogy nem olvastam el nektek, de ha igen, akkor bocsánat, de most újra elolvasom, mert nem emlékszem, hogy már ugye itt ez ebbe a föl nem került videóba olvastam volna el, amit most már harmadszorra veszek föl. Tehát Bernard Loredo levele, ezt tudjátok, ezt fölvettem, amikor Loredónál voltam és beszéltem vele. Még egyszer bocsánatot szeretnék kérni az anyám viselkedésért, a boszorka őrült. Mióta az eszemet tudom, és mindig kíváncsi voltam, hogyan sikerült olyan gazdagságra szert tennie, hogy megvegye a házat, és elintézze a hivatalmat Flotsamban. Remélem, hogy ő császári felségének nagykövetét nem zavarta végletesen az anyám túlzó viselkedése. Esküszöm, hogy a forró, vörös fejék csak egy ostoba tréfa volt. Továbbá kijelentem, hogy pozíciómat és hivatalomat ő császári felsége szándékai szerint használom.
Ahogyan megegyeztünk a találkozón, hazafiként teljes szívvel egyetértek méltóságod véleményével, Flotsam nem engedheti, hogy a káosz és törvénytelenség az Interregnumtól elválaszthatatlan fertől eluralkodjon az utcáin. Meghalt a király, éljen a király. Bernard Loredo Flotsam kormányzója, hát ez egy igazi kis patkány. Vadak. A vadak. Az északiek hitek szerint a vadak egy felvonulás, vagy még inkább csontlovasok gyülekezete. Átvágtatnak az égen, csontvázlovaikon rozsdás páncélba öltözve, kicsorbul karddal az oldalukon. Akár egy üstökös, a vadak az elkövetkező háború minden kétséget kizáró baljós előjelei. A kísértett lovasok sok évente térnek vissza aratni. De begyűjtésük sosem volt oly gazdag, mint a birodalmunkkal vívott utolsó háború előtt, akkor több mint 20 ember tűnt el Novigrádban, miután a vadak elvonultak. Furcsa, de a vadak nem jelennek meg, sem a tünde, sem a törp legendákban. Tanulmány az arakászokról. A pokfélék, magányos vadászok türelmesen lesnek prédájukra, hogy aztán egy gyors csapással megöljék azt, amint felbukkan. Ugyanez igaz az arakászra, az óriási lényre, amely a folyó menti erdőket kedveli, és azok vitathatatlan ura, olyan úr, aki nem tűr meg más vadászokat a területén, ideértve a vicsereket is. No, szuper. És akkor én amondó vagyok, hogy most nekem más ötletem nincsen, hogy meg itt körbenézek. Margot, nekünk Margó kell. De mondom, ők nem is úgy néztek ki. Hát nem tudom, hogy hol van, mindegy. Ő nem az. Nem tudom, hogy mi van vele. És sajnálnám, mert azt a külde. Vagyis hát nem, az ugye nem küldetés, az csak egy plusz kis történetecske. Azt jó lenne megcsinálni, de így, hogyha nincs meg Margó, akkor annak az annyi. Az... Anélkül sajnos nem lehet tovább vinni a fonalat. No, tehát akkor most azt tervezem, hogy ha jól emlékszem, valahol erre van ez a Vajopatis fej. Ja nem, bocsánat, ott mutatja is, hogy merre kell menni. Akkor menjünk arra. Jó fele mutatja ő? Mert szentélyt ír, de én úgy emlékszem, hogy nem erre van. De mindegy. Várjátok a térkép. Térkép. És megnézem. Nem. A házát mutatja. De ugye az nekünk már nem kell. Aha. Akkor még jó, hogy megnéztem, mert a házát mutatja. És a... De majd mentek még előtte. Amúgy is mentek, mert gyanús lesz nekem ez a küldetés. Meg a csaj is gyanús. Tehát én úgy emlékszem, mintha valahol merre erre lenne ez a Vajopatis fej vagy szobor. Az már biztos, hogy nem. Ott van. Ez. Szuper. Tehát itt kéne szerintem találkozni vele, de akkor én most mentek egyet. Meditálok éjfélig, illetve még nem meditálok, hanem megnézem, hogy az alkimiába belekerült ne esetleg nekem olyan, tehát ugye akikkel most beszéltem, hogy próbálja ki valami italt, hogy lehet, hogy itt nekem ezt először el kell készíteni. Ez nekem nem rémlik. Táncoló csillag. Tűzre, ez petárda. Sárkányálom, éghető gáz. Számom, petribáitala. Látjátok? Tehát nincs. Nincs itt semmi. Akkor várakozási időt benyomom éjfélig. Sajnos jó sokat kell, de hát ez van. Meg is van.
Lehet, hogy akkor mégiscsak a házához kell elmenni? Mert itt nincs. Hopp, ott van még egy erőhely. Ezeket gyorsan... Ez az. Akkor gyorsan elfutok. Még jó, hogy mentettem. Ugyanis, ha bármi probléma van, akkor gyorsan visszatöltöm az állást. Tehát találkozz Aneszkával Vajopeti szentélyen nap... Lemente után, de ugye a naplóba éjfélt ír. Hát ennél jobb pedig nincs. Mindegy, gyorsan elmegyek a... Aha, itt van. Gyere, gyere, gyere! Vagy most megy oda? Létezik? Hát akkor kövessük. Szóval gyanús nekem ez a lányzó, hogy lehet, hogy mégis majd magának akarja azt a medált. És ezért jó, hogy mentettem előtte. Ugyanis ha bármi balul üt neki, akkor még bocsánat. Irdenjelre rakjuk át. Illetve a... Jó, a zsebünkben meg bele vannak rakva mindenféle dolog. Jó, akkor mégiscsak jól értelmeztem a szöveget, hogy a szentélynél kell találkoznunk a lánnyal. Csak hát igen kényelmes szentem. Éjfél már elmúlt lassan. De ez is milyen jó meg van csinálva, hogy nem megjelenik ott vagy valami, hanem látom, hogy oda megy. Tök jó, tetszik. Kíváncsi leszek, mi lesz ennek a vége. Ezt mint mondtam, ez most járatlan út számomra. Na. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz. Tisztességes lesz, vagy pedig nem. Beszéljünk erről a rituáléról. Here at last. I don't know many brave enough to venture into this forest, especially at night. I do not fear the squirrels, and I have my methods for the monsters. Interesting. This place is full of mysteries that even witches can't imagine. You're the main mystery right now. Why do you need me? I don't know the ritual. You'll find out once I begin performing it. Are you ready? Hajjaj, gyerekek! Mindegy, mentettem. Let's begin. Prepare, Witcher. And now, watch this. Védd meg you must fight them! I need time to finish the ritual! Damn you, ugly. Gyorsan le kell csapnom. Jó? A lidércek nem gyenge ellenfelek. Nem lehet sokat gatyázni velük. Jó, ez most elég jól megy, hál' Istennek. Hát, hál' Istennek nem olyan erősen, de remélem most már hamar befejezi azt a szertartást. Ajaj, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó. Valami itt nagyon nem jó. I've done it. Hú. Megvan. Tudjátok mit? Hát én most nagyon szemét leszek. Ugyanis egyáltalán nem bízok még mindig a lányban. És egy fecskét megiszok. Csak így közbe, pihenésképpen. Ugyanis elég gáz az életerőm. Tehát azért a végére így eléggé levitték. Szuper.
Sőt, mentek még egyet. Na nézzük! Sikerült? Did you manage? Melitele's heart has regained its former power. I can feel it. I never thought you could conduct rituals of that sort. Did you take me for a village witch who puts bread and cobwebs on wounds? What you did is closer to sorcery. Sorceresses, with all their learned books and schools of magic. What do they know? Magic, Witcher, is the heart beating fast, or the smell of wet, rotting wood. It upsets the underbelly and makes you weep and cry. It's the sigh that misses a field mouse nest. It's people coupling under the new moon till it hurts. It's blood spilled and sweet milk flowing. That is magic. I've experienced all that and seen everything. I can control it. I wouldn't trade places with any sorceress. I don't know if I understand you, but I sure admire you. Take this talisman as a memento of our meeting. But you really wanted it. You helped me lift the curse from it and asked nothing in return. Generosity is a rare virtue. Melitele's heart can once again bring luck. I think you will get more out of it than I will. Thank you. Come to me if you need anything. Better the devil you know. Jobb az ismert ellenség. Ez érdekes. Hopp, mi ez a hang? Take that. Ez mi ez? Andrián? A hagyjál már lógva, te is. De most mi van? Hagyjál már! Békén! Igazán megvédhettél volna. Már megint jön. Hallom a zenét, nem nyugszik. A zene az nem nyugszik. Aha, itt sertepertél. Ott is van egy. Piros, teli van pirossal. De sok endriágját. Ez gyanús. Ezek a fákon vannak? Ugye a fákon vannak? Na, csak elhalkult. Nyomjunk egy medáliont. És gyűjtsük be az összetevőket. Ugyanis az aranyat ér. Na jó, aranya. Hopp, valami erős mutagént is felszedtem. Meg hal... Ja, itt vannak még a lidércektől is a cumok, persze. Halál eszencia, meg stb. Ez micsoda? Csapda? Hatástalanítjuk. Mielőtt még belelépek. Mennyinél járunk? Ó, pont nagyon jó lett. Ez a videó akkor ennyi is lett. Még esetleg... Ez itt mi? Halálesszencia. Halálesszencia. Tehát még ugye akkor átnézzük, hogy... illetve nem is, bocsánat. Meditálok egyet. Mert ugye szintet is léptünk. Karakter. És azon filozok, hogy mire rakjam... Hogy maxoljam ki ezt az ágat teljesen. Törvetés. A törvetés ugye ez borzalmasan jó volt. Az nekem nagyon tetszett. És lesznek még amúgy szenyó ellenfelek. Ez ki van maxolva, erély regenerálása. Ez viszont szintén nagyon jó. Ugyanis harcban és harcon kívül is regenerálja. Ez nem kell. Kitartás. Én amondó vagyok, hogy törvetés. Mert az a baj, hogy rohadt drága a tör. Na mindegy. Tehát törvetés. És ezt. Ugyanis az erély az nekem nagyon fontos, hogy minél hamarabb regenerálódjon. Oké. Jól van. Kilépés. Tehát akkor megvolt a... szintlépés
fejlettségi pontok elosztása, és akkor nézzük be a felszerelésbe. Azt nézem tulajdonképpen, hogy ezt a medált, ezt majd valahova föl kell venni, vagy bármit is csinálni kell. Fejlesztéseket nézzük meg. Semmi. 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 És itt vannak nekünk nagyon jó életelő mutagénjeink. Ez nagyon jó, ahogy nézem, életerő plusz 10. Ez ugye 13 óren és mágikus, ez mágikus és 20 óren, életerő plusz 5. Hát ez mondjuk ez. Ez azért egy kicsit több. Összetevők nem érdekelnek. Alkotóelemek nem érdekelnek. Készítési ábrák nem érdekel. És itt van. Ez küldetés tárgy. De nálunk van, tehát nem kell, nem tudom ezt hova fölrakni, ugye. Nem is mutatja, hogy lenne neki itt bármi hely. Az a lényeg, hogy nálunk van. Életerő legalábbis plusz 1. És küldetés tárgy. Nem tudom, hogy majd lesz-e neki későbbiekben haszna. De most ugye annyi ott van, hogy életerő legalábbis plusz 1. És közönséges. Mondjuk ennyire én jobbra számítottam. De mindegy. Azt nem tudom, hogy ugye mit jelent, hogy értelmű regeneráció a plusz 1. Tehát az mit jelent? Másodpercenként egy egység? Vagy egy pont? Vagy na mindegy. Jól van. Jaj, bocsánat, még a naplót akkor végignézem. Itt biztos, hogy lesz egy ilyen frissülésünk, hogy Melite lesz szíve. Itt is van. Utolsó előtti bekezdés. Geralt megérkezett a találkahelyre, és Aneska neki kezdett a rituálénak. A Witcher azonban nem nézhette végig a szertartást békében. Meg kellett védeni a lányt, mert a mágia forrás úgy vonzotta a lidérceket, mint a fény a moly lepkéket. A holtak szellemei azokból az időből maradtak itt, amikor az emberek még éppen csak elkezdték gyarmatosítani a Ponter völgyet, és Veopatisba vetett hitük erős. Mi van? Pontervölt és vetett hitük erős. Ezt most nem értem. Ez szerintem itt rossz fordításom. Aneska képességeinek és Geralt szívosságának hála a rituálé nem szakadt félbe és békében befejeződött. A talizmán hatalma felé lett, és a boszorkány átadta a Witchernek a Melitele szíve néven ismert nagyhatalmú erekét. A jövendő történései majd megmutatják, hogy milyen nagy segítséget is ad az amulet védő aurája. Tehát biztos, hogy valami nagyon jó lesz. Helyszínek. Van valami frissülés? Szerintem nem lesz. Nem. Karakterek. Az a baj, hogy ha itt elkezdem lefelé pörgetni, akkor észrevetem, hogy valamelyiknél is frissült. Értitek? Aneska. Most csak úgy át futottam. Oké, ez megvolt. Oktatópanelek, alkímia, glosszáriumnál sincs semmi. No. Fú, de sok piros van. És merre kell visszamenni? Az ott még Aneska lenne? Ő itt sóbálványt játszik. Gyere! Nem akarok üzletelni, meg kockázni se. Take care. See you.
Ha mondjuk azt mondta, meg tudja magát védeni, hát akkor hajrá. Ja, bocsánat. Erre kell. Visszamegyek csak oda a... Leshez, ide. És akkor itt... Ér véget ez a mostani kaland. Sajnálom, nagyon sajnálom, hogy azt a kékszalagos kis történetet most nem tudtam megcsinálni. És nagyon remélem, addig nem nyugszom, amíg akkor a következő videóban, illetve megpróbálok utána nézni, hogy Andal most mi a probléma. Mert az nagyon fontos. A játék története miatt is egy kicsit beleszámít, de mondom, tehát inkább a poén, meg olyan jó pofana. És akkor, mit is akartam? Igen. Küldetések. És amint látjátok, akkor már igazából végeztünk is nagyjából a mellékküldetésekkel. Még lehet, hogy majd akár a következő videónál is, amikor a kékszalagosokat esetleg megpróbálom, hogy akkor még végigjárom itt Flotsamot, és hát, ha van valahol egy dugiba lévő mellékküldetés. De igazából már végeztünk. Igen. Tehát igazából végeztünk. De mondom, addig nem nyugszom, amíg ki nem derültem, hogy mi van ezzel a kékszalagos kis mellékessel, mellékszállal. Na, de viszont attól tényleg ennyi volt a videó. Kicsit tényleg zavar, hogy ez a kékszalagos. Azt annyira be akartam nektek mutatni, és remélem, hogy majd még sikerül. No, de mindegy. Az Ozóka voltam. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok, jók legyetek.